Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban pár tisztítószert, kozmetikai terméket és testápolási terméket láthattok. A DM-ben vásároltam ezt a két járt. Ez akciós volt egyébként így, majd befotózom a blokkot, hogy mennyi volt az ára. Ez egy fertőtlenítőszer, aztán papírtörlő, ez nagyon jó fajta papírtörlő egyébként, egész olyan jó vastag neki az anyaga, hogy úgy mondjam. Fel kellett bontanom, mert az egyiket azt muszáj volt már felhasználnom. Aztán a férjemnek egy ilyen borotva gél, tudjátok, mint a borotva hab, csak nem hab, hanem gél. Aztán van itt egy fertőtlenítős törlőkendő, nekem ez mindig szokott itt hol lenni, és már fogytán van, ami van. Aztán egy popsi törlő, fogytán van a szivacsom, ami ilyen nagyobb szivacs, azért vettem egy dobozzal, és ez most éppen ez a kedvenc WC illatosítom, nagyon-nagyon jó. Ez a kék folyamatosan oldódik ki belőle, és mindig nagyon jó illatot áraszt. És amikor, tehát az öblítések hatására ezek a kis rózsaszín keményke valamik nincsenek, ez a kék még akkor is megmarad. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez a kékség az két nap alatt el fog onnét folyni, és érdekes módon nem, úgyhogy elég sokáig használható. Ezen kívül volt még szalvét a papírzsepibe, fogom tenni róla majd a képet. Mert ott voltam, vettem kozmetikumot is, van itt egy rózsaszín körömlak. Nem tudom, hogy kell ezt a márkát kimondani, de hogy úgysem tudom mutatni, hogy lássátok. Ez ilyen, mint a francia manikürben a rózsaszín tulajdonképpen olyan. Vettem egy szérumot, ez egy ilyen szempilla és szemöldök növesztő szérum. Igazából én a szempillámra használom. Hát majd meglátjuk, hogy csinálnak vele valamit. Egy szemceruza, és az nekem nagyon fontos, hogy a szemceruzám az csavaros legyen. Én nem szeretem a hegyezgetni, mert nem szeretem. Na, szóval az az igazság. Úgyhogy ezt szoktam meg, és vettem még egy ilyen, egy nőt színű száj fény tulajdonképpen. Mindig elmarad valami, egy hipópor. És akkor itt mutatom nektek, hogy mi mennyibe került. Szerintem így elég jól látjátok, bár meggyűrődött a blokk, de ezért próbálom úgy tartani, hogy lehessen látni, hogy mi mennyibe került. Ezek a tisztítószerek pedig a Tesco-ból tisztító és ilyen szépségápolási szer tulajdonképpen. Ez a szokásos Gofor Expert kapszula. Nekem ugye pár olyan kapszula van, amit szeretek. Ez az egyik, ez fehér ruhához, ez pedig színes ruhához. Egyébként ez is meg van már drágulva. Most ugye ez a nagy kedvencem, most már egy idő óta ez a Fresky. Szilánöblítő, ez a kék, nem erős, nem intenzív, tolakodó illattal bír, úgyhogy azért szeretem. Egy fogkrém, ezt kimondottan szeretjük, ezt a fogkrémet. Bencének egy baba krémtusfürdő, vagy habfürdő. Árakat nem tudok nektek mondani, mert hogy nem volt módon felvenni a Tesco-s rendelést, úgyhogy fogalmam sincs, tehát a blokkot sem tudom, hogy hol van, meg egy csomó mindent rendeltünk, de nem volt egyszerűen idő arra, hogy fölvegyem, úgyhogy külön tettem ezeket, mert ugye volt egy DM-es videó, és gondoltam, hogy akkor hozzá vágom, és van egy ilyen Floren körömvirág testápoló. Most olyan bajban vagyok a testápolókkal, én azt a piros gárnyát szeretem a legjobban. Legutóbb nem volt, vettem egy zöldet, meg van egy Davom, meg van egy baba is megkezdve, és hát annyira nem szeretem őket, és nem akartam annyi pénzt kiadni most a piros Garnierre, és emlékeztem, hogy régen én használtam ilyet, és jó volt, hát remélem, hogy ez ugyanolyan jó lesz, azért ez olcsóbb, mint hogyha azt a piros Garniert vettem volna meg. Úgyhogy ennyi minden ilyen bőrápolási, tisztálkodási és tisztítószer jött a Tesco-ból.